Gráksa Tibor dobtanárt kérdeztük a gyerekek zenéhez való viszonyáról. A gyerekek zenéhez való viszonyáról fogunk ma beszélgetni. Vendégünk Gráksa Tibor, dobtanár. Köszöntelek, Tibor. Hogyan viszonyulnak a gyerekek a zenéhez? Én azt gondolom, hogy a gyerekek, akik már eldöntötték, hogy valamilyen hangszert választanak, azokról mindenképpen pozitívan hat a zene. Mondhatnám azt is, hogy a zene az gyógyszer. Ezt talán már többen meg is énekelték, még szövegileg is egyébként. És visszajelzések alapján vannak nyilván olyan gyerekek, akik nem biztos, hogy világsztárok szeretnének lenni. Az ő esetükben a zene mindenképpen koordinációs készséget fejleszt, olvasás készséget, írásfejlesztést, nem utolsó sorban a fegyelmet befolyásolja, nyilván pozitív irányban, ami az otthoni, illetve az iskolai viselkedésekre is, úgy gondolom, hogy pozitívan hat. Említetted a fegyelmet. Kifejtenéd ezt részletesebben? Hát elsősorban a fegyelem nélkül elengedhetetlen zenét tanulni, tehát nagyon fontos, hogy a gyerek úgy viselkedjen, akár az órákon, mint ahogy az iskolában elvárják tőle. Tehát ne érezze azt, hogy ez egy más körülmény. Megtanulunk ott át olvasni, ami már eleve egy olyan fegyelmezett dolog, mert ha egy jól leírt kottát kell nekünk elolvasni, akkor a gyerek kénytelen odafigyelni, és azt kell lejátszania, ami oda le van írva. Nyilván az első lépésekkor még azért nem kottákat olvasunk, más fejlesztő gyakorlatokkal kezdjük a dobtanítást, vagy dobtanulást, de azt gondolom, hogy az egy leírt dolog, és ahhoz nekünk igazodni kell. Tehát ha eltérünk, akkor nem vagyunk pontosak. Ugye te dobtanár bácsi vagy, ütős hangszerekkel foglalkozó. Hány éves korban javasolt a gyerekeket beíratni mondjuk éppen hozzád? Általában első osztályos koruktól fogva szoktak jelentkezni a zeneiskolába. Én azt gondolom, hogy ennek azért van egy hatása, mégpedig az óvodai bemutatóknak, amiket mi nagycsoportosoknak rendszeresen minden évben és minden hangszert művelő tanár tart egy bemutatót, és ezáltal a gyerekek eldönthetik, hogy melyik hangszert is válasszák, amelyik éppen jobban tetszik neki. Én is szoktam tartani ütős bemutatókat, egészen az autentikus hangszerektől a napjainkban használatos hangszerekig. Ez egy órás műsor, és ebben beszélek az első hangszerektől kezdve az ősközösségben kialakult helyzetektől egészen a modern dolgokig. Bemutatok tanítványokat megfelelő szintű témákhoz, és azt hiszem, hogy ez már megfogja az óvodásokat, és kicsit úgy érzik, hogy lehet, hogy én is szeretném ezt a hangszert megtanulni, és ez talán egy kis motivációs erőt jelent a gyerekeknek ahhoz, hogy már első osztályos korukban azt mondják, hogy én szeretnék beiratkozni a zeneiskolába. Bizalomhiánnyal, tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknél előfordulhat az, hogy segít mondjuk a zene tanulása a hétköznapi tanulásban? Természetesen. Valószínű, hogy ezért is választják a gyerekek, mert sikerélményt szeretnének. Ez az egyik legfontosabb motivációja, illetve a legfontosabb gondolatuk a gyerekeknek, hogy siker szeretnének elérni. Azért jelentkeznek oda, és aztán hát nyilván tetszik a hangszer, amit valahol egy koncerten láttak, valahol a televízióban láttak, és megpróbálnak azonosulni azzal az emberrel, jelen esetben azzal a dobossal, akit ott látnak. Nyilván az első lépéseknél, azért a tehetségesebb gyerekeknél is előfordul, hogy önbizalomhiánnyal küszködnek.
Én azt gondolom, hogy ezért vagyunk mi, hogy ezeket leküzdjük, és olyan feladatokkal kezdjük, olyan dolgokat mutogatunk nekik, amiben ő már sikert érez. Egy kicsit azért a mai gyerekekben azt gondolom, hogy sokkal több a feszültség, mint néhány évvel ezelőttiekben. Ha nem sikerül elsőre, akkor hajlamosak arra, hogy ezt nagyon gyorsan feladják. Hát ehhez mi szerintem megint nagyon kellünk, hogy ezt a gondolatvilágot egy kicsit más irányba tereljük, mert a siker nem jön azonnal, azért dolgozni kell. És ezt egy kicsit a gyerekek másképp gondolják, azt hiszik, hogy odaülünk a hangszerhez, megszólaltatjuk a hangszert, és az azonnal működik. Hát azért nem egyszerű a zenetanulás, viszont ha egy tanár, és hát itt azért jó tanárok vannak, és ha tudja a menetét, a fokozatosságát a tanításában lépésről lépésre úgy elindítani a gyerekben, amire a gyerek képes, akkor előbb-utóbb meg lesz a sikerélmény, meg lesz mellette a tudás, és egyre bátrabbak lesznek az órákon, nem feszültséggel jönnek. Az önbizalom hiányon kívül van-e még olyan vele született nehézség, vele született probléma, amire mondjuk a ritmus hangszereknek a tanulása segítséget tud adni? Természetesen az én tanítványaim között is előfordult olyan gyerek, aki esetleg beszéd problémákkal küszködött, írás problémákkal, ugye diszgráfia, diszlexia, és ehhez hasonló problémákkal, és pont azért, amiért mi kottából tanítjuk először a gyerekeket, ott azok a kötöttségek, azok rákényszerítik előbb-utóbb, hogy a negyedet ne keverje össze a nyolcaddal, mert sajnos pont ilyen problémákkal kezdődik a dolog, hogy lehet, hogy az egyik ütemben felfedezi, hogy egy negyed és mellette két nyolcad van, és ha a következőben is ugyanez van, akkor már lehet, hogy másképp üti. Tehát sok-sok variáció előfordulhat. Ezek a zavarok, ezek leküzdhetők szép fokozatosan, és hála Istennek, hogy szülőktől is kaptam visszajelzést, hogy mióta a gyermeke dobra jár, azóta kicsit jobb lett a matematikai jegye, egy kicsit szebben ír az írás órákon, és valahogy nem kiabál be a tanítónénnek óra közben, mert mintha a fegyelme is változott volna teljesen pozitív irányban. Említetted az imént a beszédhibát. Zenetanárként milyen lehetőségeid vannak, hogy esetleg ilyet fejlesz maga a zenetanulás mellett, vagy azzal párhuzamosan? Például a beszédhibás gyerekeknek szerintem kiváló lehetőség, ha megtanuljuk a kottán lévő hangokat, illetve számolunk azokra az értékekre, amiket lát a gyerek. Ezt egyenletesen kell, hogy számoljunk, lehet egy kettesével, hármat, négy. Csak mondtam egy ütemet, mondtam egy példát, amit muszáj nekünk egyenletesen mondani, mert ha nem mondjuk ki egyenletesen, akkor maga a lejátszott hangok is sérülnek, hibásan fognak előjönni. Viszont ez a számolás, ez egyrészt fejleszti a beszédkészséget, és rákényszeríti, és itt van már megint az egyenletesség, hogyha ezt egyenletesen csinálja, akkor szépen lassan-lassan, akár a számolás által is ki fog tudni mondani más szavakat is, eszébe fog jutni, hogy hogyan kell kimondani. Lehet, hogy tudja is ő, hogy hogyan kellene kimondani, csak akár egy pszichés probléma által nem mindig sikerül. Viszont ez egy gyakorlat, egy nagyon nagy gyakorlási lehetőség a számolás, ami ugye az előbb említettem, az egyenletességet, pontosságot, precizitást, mindent igényel, és ezáltal biztos, hogy a beszéd készsége is ismét csak pozitív irányba fog terelődni.
biztos vagyok benne, hogy hatalmas ereje van a zenetanulásnak, pontosan ezért, mert maga a kotta, a zenére való pontos játék, az egy olyan fegyelmet igénylő dolog, anélkül nem megy a zene. Tehát ha ott állandó jelleggel megakadunk, megállunk, és nem egyenletesen tesszük, akkor az nem lesz egy jó produktum. És azért a gyerekeknek, és ismét, ha csak az önbizalomra gondolok, akkor kezd kialakulni igazán már, és akkor lesz az első sikerélmény, amikor mondjuk egy fél évi vizsgán a gyerek eljátszhat egy zeneszámot, vagy valamilyen darabot, jelen esetben a sajátomra gondolok, és azt nehogy Isten sikerrel veszi, akkor az osztálytársak ezt valamilyen fórumon, akár a helyi televízióban, vagy akár eljönnek a vizsgára, vagy egy karácsonyi koncerten megtapasztalják, és volt már rá példa, hogy megdicsérték azt a gyereket, aki a legvisszahúzódóbb volt az osztályban, nem tudott kiteljesedni sem a tanulmányaiban, sem egyéb dolgokban, és aztán így a zene által, a sikerek által mégiscsak egy olyan emberré vált, akire szép lassan felnéztek az osztálytársai. Ez egy hatalmas dolog szerintem, amit mi tulajdonképpen ápolunk, és az is a célunk. Kérdezted, hogy 10-ből hány gyermek lesz dobos, aki esetleg a zenei pályát választja. Nem mindenki lesz a 10-ből 10 dobos, de az ő kis érzékenységét, az ő kis világát szerintem olyan útra tereli, kötődni fognak például stílusokhoz, olyan zenékhez fognak kötődni, ami neki tetszik. Én is igyekszem nyilván a beállítottság által eldönteni a gyerekeknél, hogy milyen zenét válasszak neki, mi az, ami legközelebb áll hozzá az ő egyéniségének megfelelőt, az érzékenységének megfelelőt, és úgy tűnik, hogy azért ezt mindig el is fogadták. Aztán a sikerélmény pedig egyre magabiztosabbá teszi a gyereket. Ő is oda mer majd menni egy jó tanuló mellé, és esetleg beszélgetni vele. Kialakul egy tisztelet talán azzal a gyerekkel szemben is, aki esetleg a tanulmányi eredményeiben nem tud olyan magasságokig eljutni, mint mondjuk a kitűnő tanuló osztálytársai. Viszont ebben különb egy kicsit, lehet, hogy pont a legjobb tanulótól, aki esetleg nem tanul zenét. A zene az egy új szakma itt még a kisiskolások körében, és ott tanulják a matematikát, az írást, olvasást és egyéb tantárgyakat, de a zene az egy más műfaj, és ezzel én úgy gondolom, hogy különb lesz az a gyerek, aki még egy plusz hangszert választ és zenével foglalkozik. A Kistelki Művészeti Iskola dobtanszakának növendékei tekinthetik meg a következőkben. Eckhard Kopecky Babér Tigrisek darabját, illetve a következő darab is majd Eckhard Kopecky lesz, az pedig a Rockhaus van, bemutatja Megyeri Dávid, Majoros Dobunkos és Balázs Elemre. Thank you.
Bolyi Milán elsőosztályos tanuló Kányi kis dobiskolából fog játszani a 28-as etüdöt, és a Beatles zenekartól Let It Be című slágert fogja dobolni. Thank you.
szépen köszönjük a figyelmet, és további szép napot kívánunk minden kedves nézőnek. A ProArtán stúdió által rendezett Kürmagyar Bajnokság egy részletét tekinthetik meg a következőkben. A szendertáncok után pedig a latin táncokra váltunk, szintén professzionista, kőprogramista verseny keretein belül. Következő páros neve, Nagy Mihály Balázs, Szalai János. A múlt is létezik valahol egy más szférában, megcsapódhatatlanul. Visszük a jövőbe magunkkal, de nem azért, hogy ismételjük, hanem hogy ne felejtsük. Miért történhetett, ami velük megtörtént? Jókai Anna. Külcíme, múlt és jövő. Thank you.
A Balázsai trianoni szoboravató ünnepségen fellépett Mészáros János Elek. A koncert egy részletét tekinthetik meg a következőkben. Itt a templomban az utolsó műsorblokk fog következni. Talán ez lesz a legértékesebb.
Mészáros János Elek művész úr koncertje következik. A művész úr 2002-ben a Simányi énekverseny győztese, 2009-ben pedig a Csendulanóta verseny győztese volt. Azonban a szakmai díjakon felül országos ismertséget a 2012-ben a Csillagszületi Tehetségkutató verseny negyedik évfolyamának győzteseként vívta ki a Hazám Hazám című bánkáriával. A művész úr az éneklés minden műfajában sikeres. A daloktól a nótákig, de a külföldi és hazai műzölt slágereknek és műzikeláriáknak is avatott tolmácsolója. Erről tanúskodnak a megjelent CD-jei is. Ezeket a rendezvény végén meg is lehet vásárolni, amelynek bevételéből fedezi a határon túli magyar településeken a fellépéseit a művész úr. Kérem, támogassák őt ebben. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Az igazság az, hogy így a végére mindenki, amit elmondott, ezek mindet én is elmondtam volna, de így az ember szorítkozik most már csak a dalokra. 100 évvel ezelőtt, amikor ez a történelmi tragédia megtörtént, egységes volt a nemzet abban, hogy ebben nem tudott belenyugodni, és a művész emberek ezt a fájdalmat úgy próbálták magukból kiírni, hogy olyan műveket hoztak létre, ami most az első 2 szám lenne, ami magáról a fájdalomról szól. Az elsőnek az a címe, hogy Turul madár és heves szárnyom. Aki ismeri, nyugodtan tartson vele. Yeah.
szerzőművet szerintem mindenki ismeri, Kis Angyal Ernő szerzeménye. Nem a jaj, de szép kék szeme van magának, hanem az ott, ahol zúg az a négy folyó. A határon túl, akár hányszor éneklem templomokban is, kérem a közönséget, hogy énekeljük együtt, énekli velem mindenki. És aztán, amikor a határon innen énekelem, valahogy nem sokan tartanak velem, és nem tudtam megfejteni, mi az oka. Aztán később rájöttem, hogy a határon túl nap mint nap a bőrükön érzik ennek a dalnak a komolyságát, mert tőlük a legtöbbet vették el. Hiába érnek őseik házában, őseik szülőföldjén, tőlük a hazájukat vették el. És hiába jönnek el az anyaországra, egy idealizált kép él bennük az anyaországról, amikor ott megjelennek, mi csak ránézünk a rendszámtáblájukra, és azt mondjuk, hogy mit keresnek itt ezek a szlovákok, ezek az ukránok, ezek a románok, ezek a szerbek vagy horvátok, és így sem érzik magad itthon. Úgyhogy rájuk is gondolva, énekeljük közösen ezt a dalt a Kismerre.